Természetesen, mint minden felkészülés, ez is hasonló módon zajlik. Hétfőn kezdtünk, 19-én. Az első két hét az a ráhangolódás, felmérések időszaka. Edzőtábor is lesz, majd egy hétre megyünk gyárra. Két tornán veszünk részt, egyet a Balatonbogláron, a Mekkánál, és az edzőtábor után munkából utazunk Debrecenbe, ott pedig egy nagyon erős mezőnybe kell majd helytállni. Ami sajnos az egész évre jellemző lesz, mert serdülő egybe indul a csapat, az az egyik bajnokság, ott egy évvel fiatalabbak vagyunk, mint a többiek, a másik bajnokságunk pedig a IFI 2, ott pedig két év különbség lesz, úgyhogy igazából nem tudom, mit várjak. Eddig nagyon szépen helytálltak a lányok minden bajnokságban, minden tornán. Hát ez nagyon nehéz év lesz, tartásunk legyen, azt gondolom, az a legfontosabb. Meg hát találjuk meg azokat a játékosokat, akikből tényleg később majd az utódai lehetnek a győri hagyományoknak. Eredetileg úgy volt, hogy 3 hetünk van a pihenésre, de végül 4 hetet kaptunk. Abból az utolsó 2 hétben kellett otthon dolgoznunk, ami igazándiból futásból állt, és a második héten már stabilizációs gyakorlatokat is kellett csinálnunk. Volt olyan például, hogy valakik el voltak utazva, én is, és akkor ott végeztük a gyakorlatot, de a futásokat is simán meg lehetett csinálni, az alkalmazáson lemértük, és aztán el kellett küldeni. De ezek se voltak olyan megerőltetőek, úgyhogy tudtunk mellettük rendesen pihenni, meg így volt időnk barátokkal is lenni. Most meg már jó belevágni a kézibe, mert hiányzott is kicsit. Jó lesz, nagyon örülök, hogy egyben maradt a csapat, mert így már össze vagyunk szokva, és ezzel nem kell foglalkoznunk. Jó meccsek lesznek ifjúsági másodosztályban, azok lesznek a keményebb meccsek, de szerintem ott is tudunk majd érvényesülni.